kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. Keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitük tanításából azt is tudják, hogy Isten, ami mennyei atyán, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, Szentlélek templomává és a mennyország örökösségé teszi. Kedves szülők, ti is azért jöttetek el, hoztátok el újszülött gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az életre ízből és Szentlélekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének az egyház tagnéjává legyen. Krisztus egyházának nevében kérdelek benneteket, mi a gyermek neve. Sőfogán. Mit kérdek Isten egyházától Lilla Zsuzsanna számára? Keresztséget. Lilla Zsuzsanna lesz a neve, és a keresztséget kérdek számára. Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kérdek, kötelességtek lesz ők úgy nevelni, hogy hívünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, hogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok ezt a keresztséget. Keresztül megígéred-e, hogy támogatjátok egy támogatott gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésével. Léda Zsuzsanna nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelölök a keresztjeit. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát erre a gyermekre, szüleire, keresztszüleire, keresztszülőjére és minden megkeresztelt emberre. Adorunk, hogy ez a gyerek halálom és feltámadásod csodálatos titka által keresztségben újra szülessen, Szent Egyházat tagjává legyen. Adorunk, hogy szüleik és keresztszüleik a keresztény hit igaz példaképei legyenek számukra. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adorunk, hogy Szentlélettel elnyerjen mennyei boldogságot. Kérünk téged, hallgass meg minket! Védelmezzen téged Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje, ennek jelül megkenünk téged az üdvösség olajával, Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik mindörökké. Állj mellettünk, Urunk, Atyám és Istenünk! Szenteld meg ezt a vizet, hogy aki benne megkeresztelkedik, tisztuljon meg a bűntől, és szülessék újjá a fogadott fülejének életére. Szenteld meg ezt a vizet, hogy akit vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelnek, fiad képmása legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket! Akarjátok-e, hogy Léda Zsuzsanna elnyerje a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént mindjárt kedves szülők és keresztülők, rátok van nézve a világossága, itt is a kegyelem ténye, amelyet ez a gyermekvilág képez. Fúdjátok gondosan, hogy gyermeketek, akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az életet. Maradjon álmodatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járhasson az összes szentekkel. Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Isten az élet és a szeretet szerzője, aki az anyád szívébe oltotta a gyermek iránti szeretetet,
áldja meg a megkeresztelt gyermek édesanyját, hogy ami most hálát ad gyermeke születés jóságában és szeretetében. Isten minden atyaság példaképe és forrása, segítse jóságosan gyermek édesapját is, hogy életének példájával elvezesse gyermekét a keresztény nagy jóságát.